Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy csinálok még egy videót erről a zseniális játékról, és most az online hackkelést akarom bemutatni. És akkor majd becsatlakozok egy másik játékosnak a játékába. De ez mekkora egyébként, gyerekek? Szerintem kurva jó. Többféle van egyébként, azt majd meg fogom majd mutatni. Lehet a másikat követni, de lehet egy kémprogramot felrakni az ő telefonjára, vagy én nem is tudom, hogy mire kell felrakni. És ilyenkor el lehet bújni, mert ő igazából ugyanúgy lát minket, mint hogy mi látjuk az itteni embereket, tehát nem tudja, hogy ki a játékos, tehát ki vagyok én. Ez nagyon jó egyébként. Mindenki ilyenkor rácsatlakozik másiknak a játékra, volt én is játszom, és akkor látom, hogy lopják az adataimat, mondom, mi a franc? Nagyon durva. Mert ez most a fasznak kocsikázik egyébként. Na, valamivel közelebb jutottunk, de az a durva, hogy amikor én beszélek most hozzátok a mikrofonba, ezt ő is fogja elvileg hallani, ahogy én itt így pofázok. Hogyha szerencsém van, akkor nem magyar az illető. Ez nagyon gyorsan halad a kurva anyját. Na, úgy néz ki, hogy utolérem a kurva anyját. Na, kezdés. Most akkor átszáznom kell magam. Hogyha megtudja, hogy én vagyok az. Ja. Úgy csinálok, mint hogyha én ezekhez tartoznék. Sziasztok, fiúk! Na, mi újság van? Ott az idiótája. Hű, geci. Csak nehogy ide gyere. Hát ez hülye. Menj el innen, te geci játékos. Backdoor telepítek rá. Csak az a kérdés, hogy hova? Ez most lehet, hogy hallja ezt a beszélgetést, mert elvileg lehet hallani. Hallja, hogy pofázok. Biztos mondja, hogy a kurva anyád, ne magyarázz! Nem baj, fiúk, el vagyunk mi. Ó, szép idő van, sita nap.
Ez durva volt egy kicsit. Hú, de már 62%. Hú, bazd meg. Hú, geci. Itt csak nem fog itt meglátni. A tábla mögött. Itt. Ez egy jó kis fedezék. Az meg, ez durva volt, geci. Pont itt volt. Fú, bazd meg. Na, ezt már elvileg megnyerem. Ez az. Ez az. Yeah. Meghekkeltem a telóját. Király vagyok. Kapok tapasztalati pontot, de ez durva volt, basszus, ott álltam, és így jött, keci, és ide jött, és nem vett itt észre. Na, imádlak téged, te hirdető tábla. Ennek elkezdjél most, tessék. Na jó van, gyerekek, ennyit akartam. Ez jó volt, izgalmas volt. Csak sokszor tényleg van olyan, mikor beleszartak a játékosok. És akkor ő így eltűnik, vagy egy helybe áll, és akkor nem csinál semmit. Ó, itt van egy ilyen. Ja, ez most nem elérhető. Aha. Hát jó. Ajándék gyűjtése. Na, mi a franc? Valaki készpénzt rakott ide? De jó. Valamelyik játékos pénzt rakott ide. Na, köszönöm szépen. Én még mit hagyjak itt, gyerekek? Hagyok én itt valami ízé pisztoly töltényt. Mennyit hagyjak itt? Úgyni. Na. Ja, meg kaptok még gyógyszert is. Kettőt. Mert én rendes vagyok. Na. Na jó van. De ez jó dolog egyébként, hogy itt hagyhatsz, és akkor a játékos felveheti a pénzt. Ezek jó dolgok. Na. Hát, ha valaki majd hasznát veszi a tölténynek, meg a piruláknak. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Majd még jelentkezek. Sziasztok!